Az antibiotikumok története közel 100 éves, az első igazán sikeres ilyen készítmény a penicillin volt. Az orvostudomány ezeket a szereket baktériumok okozta betegségek ellen használja. Néhány éve vált nyilvánvalóvá, hogy a kelleténél többször alkalmaztak évtizedeken keresztül antibiotikumokat az orvosok, ennek pedig veszélyes eredménye lett. Nyilván ebben benne van az is, hogy a terápiás hatékonysága lecsökkent. A baktériumok gyorsabban reagáltak az antibiotikumok hatásaira, mint azt a tudomány feltételezte, ezért jelentősen csökkent ezeknek a szereknek a hatékonysága néhány év alatt. Ezt mondja ez a szekszárdi gyógyszerész. Egyes esetekben 200 g, 20 dekagram fehérjét kell a szervezetnek legyártania, ez 4-5 napot igénybe vesz. De ez nem tud kialakulni, ez a folyamat, a tartós védettség nem tud kialakulni, hogyha mondjuk antibiotikum szedéssel 2 nap alatt kizavarjuk a szervezetből a kórokozókat, és a szervezet továbbra is védtelenül áll a következő fertőzéssel szemben. Ez okozza a másik gondot az antibiotikumok kapcsán, vagyis hogy meggátolják, hogy a szervezet önmagától kezdje el ledolgozni a baktériumok okozta tüneteket. A szakértő ezért azt mondja, érdemes nem antibiotikum hatóanyagú gyógyszereket használni, például egy egyszerű megfázás esetén, és ezt egyre többen tudják is. Örvendetes módon kevesebb antibiotikum fogy itt a gyógyszertárakban. Talán egy icipici kritikát azért gyakorolnék, hogy talán többször nyúlnak az orvosok a szélesebb spektrumú, talán nem az egyszerűbb esetekre való antibiotikumokhoz, egyszerű légúti fertőzések esetén is. Az antibiotikumok veszélyeit egyébként már a gyógyszergyártók is elismerik, ezért évről évre egyre kevesebb ilyen gyógyszer kerül a piacra.